Kihirdették az idei felvételi ponthatárokat. Ebben az évben több mint 105 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba, ebből 68 ezeren alapképzésre. A legnépszerűbb szak a gazdálkodási és menedzsment lett, ide csaknem 7 ezeren próbáltak bejutni. Tegnap még csak a ponthatárokat hozták nyilvánosságra, mára elkészültek a statisztikák is. Az összes jelentkező csaknem 70%-át felvették valamelyik egyetemre vagy főiskolára. A 72 ezer friss hallgatóból több mint 55 ezer jutott be ösztöndíjas képzésbe, és több mint 16 ezeren vannak azok, akiknek fizetni kell az oktatásért. Idén kevesebben kerültek be a felsőoktatásba, mint tavaly. Ezen a grafikán 2013-tól mutatjuk, hogyan alakult az adott évben az érettségizők és a felvételt nyert diákok száma. Az EMMI szerint idén a kevesebb középiskolás miatt csökkent a felvettek száma. A demográfia az egy sajátos dolog, ez indokolja azt, hogy 1100 hallgatóval kevesebbet tudtunk ebben az évben felvenni. Az államilag támogatott képzésben az egyik legmagasabb pontszám minimum 465 az alkalmazott közgazdaságtan szakra, gazdaságelemzési képzésre és nemzetközi tanulmányok szakra kellett. Ezt a számot egyébként központilag már tavaly decemberben meghatározták. De az ELTE osztatlan tanári képzéseire is nagyon magas pontszámokkal lehetett bekerülni. Angol-német szakra például 492-vel, fizika-informatika szakra pedig 480 ponttal. Az ELTE az, ami a legtöbb hallgatót vette fel, 4590 hallgatóról beszélhetünk, mindegyik intézménynél mögött láthatják a tavalyi helyezést, második a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, harmadik a Szegedi Tudományi Egyetem, negyedik a Debrecen Egyetem. Az LMP szerint ebben az évben is bebizonyosodott, hogy diplomásnak születni kell. Pető Ernő azt mondta, még az állami képzésre is olyan pluszterhek rakódnak, melyeket egy átlag fizetésből élő család nem tud finanszírozni. Gondoljunk arra a tényre, hogy Budapesten nem ritkán 90-100 ezer forintot kell már fizetni egy albérletért, egy valamire való albérletért. Ami annyit jelent, hogy tetszik, nem tetszik egy vidéki átlagpolgár, átlaggyermeke, még akkor is, hogyha sikerül ösztöndíjas helyre bejutnia, akkor is rendkívül erős terheket vesz magára. A szocialisták szerint 2010-hez képest 25%-kal kevesebben jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe, amit nem lehet demográfiai folyamatokkal magyarázni. Hiller István szerint az állami támogatások elmaradása, az intézmények pénztelensége színvonalromlást eredményez.